Halló, sziasztok, kedves követőim! Üdvözöllek titeket újra itt Ildikó Beauty csatornáján. Karácsony után vagyunk már, elmúltak az ünnepek. Most pont két ünnep között vagyunk, ettől függetlenül azért én még fölvettem az egyik ilyen kedvenc manós fölsőmet. Nekem vannak ilyen borzasztó karácsonyi fölsőim, bevallom. Nem azok a legcsúnyábbak, szóval az a piros norvég mintás rénszarvasos borzasztó pulóver az nincs, és nem is volt, de azért vannak nekem ilyen kis karácsonyi manós, meg rénszarvas, meg tehát ilyen pompom van a télapó fején. Ezeket egyébként én azért szoktam venni, megmondom őszintén, mert így évvégén mindig vannak ilyen karácsonyi összejövetelek, a suliban is, meg karácsonyi vacsora, meg itthoni vacsora, meg ide-oda megyünk. Én szeretem ilyenkor ezeket fölvenni. Úgyhogy elérkeztünk a 2023-as év utolsó haul videójához, ugyanis most elindulunk megint egy ilyen körútra, és én a DM-et is célba vettem, megint csak írtam listát. Úgyhogy ez lesz az utolsó ilyen beauty haul videó ebben az évben a csatornámon. Remélem mindent kapok, meg remélem nem felejtek el semmit, mert van olyan, hogy megyek a listával, és így is van, ami kimaradt, szóval biztos voltatok ti is így. Hát akkor ez a videó fog következni. Drukkoljatok, hogy mindent sikerüljön beszereznem. Nagyon csodálatosan szép idő van. Tavasz! Nekem itt a virágaim konkrétan elkezdtek rügyezni, kibújni a föld alól. Tényleg, tehát nácisaim, látom, hogy jönnek, hát nem tudom, remélem ennek nem lesz böjtje. Minden esetre én imádom, hogy jó idő van, én utálom a telet, engem nem érdekel a havazás. Sajnálom, úgyhogy ennyi. Na, jövök hamarosan, sziasztok! Na gyerekek, a valóság egyébként karácsony után, tehát ez így néz ki. És egyébként én mától elhatároztam, hogy diétázom. Méghozzá azért, mert nem is látványban, hanem így nem érzem jól magamat. És lehet, hogy a Covid utáni ilyen post-Covid állapot, de valahogy nem. Nem érzem jól magamat egyszerűen így a bőrömbe. Úgyhogy majd elkezdek meg én egy diétát. De hát, mint mondtam, csoda idő van. Nem hiszitek el, hogy olyan tömeg van itt a soroksári bevásárló centerben, vagy nem tudom ezt hogy hívják, igen, bevásárló udvar, tehát ide szoktunk járni. Egyszerűen nem, egy parkolóhely sincs, tömeg, jön, nem, ez is az elmebeteg, igen, gyertek, veszem amúgy is videóra, ketten, úgy, ügyesen, nem baj, veszlek videóra, veszlek, jó van. Nem baj, egyébként már ezt elhatároztuk, hogy felszerelünk egy ilyen fedélzeti kamerát, mert már a múltkor is majdnem más miatt karamboloztunk, úgyhogy nem érné meg azért összetörni a többmilliós autót más elmebetegsége miatt. És nézzétek meg, mennyire tele van ez az egész, szóval azt tudom, hogy hol fogunk megállni, ugye oda megyek a DM-be. Hát figyeljetek, normál helyzetben egyébként ilyen hétköznap, ez félig szokott ellen lenni max. De én nem tudom, mindenki kiszabadult most karácsonykor, és ott van egy hely egyébként, ha gondolod, oda beállhatsz. Hát ez van. Na ez jól hogy hozzák van. Vissza az ajándékokat és kicserélik? Na mindegy, azt még szerettem volna megmutatni nektek, és azt most be is fogom szerezni, és nagyon remélem, hogy lesz a Tresemmétől. Csak pillanat. Közben kiszálltam, de ezt még befejezem, egyébként meg jó is, hogy most ezt itt fogom befejezni, mert most még süt is a nap. Szóval hogy arról van szó, hogy fogok venni most itt a DM-be ilyen Tresemmé vörös ilyen hajpakolást, ami ilyen színező, és attól ilyennyire gyönyörű fényes, és most egy kicsit élénkebb vörös a hajam.
Ez nem hajfesték, szóval ez nem egyenértékű egy hajfestékkel, viszont nagyon jól beszínezi a hajat, és akinek elég sok vörös pigment van a hajába, az jól befogja. Na jó, most ezt befejezem, és akkor besétálok a DM-be. Életben még ennyien nem voltak itt, komolyan ide járok 100 éve, de annyian van, tudjátok, mint az oroszok, akik már a spájzból jönnek ki. Na hát természetesen az a hajpakolás nem volt. Illetve volt, pedig átnéztem az egészet, egész sort, hátra el van bújva egy vörös szín, de csak szöke volt, meg barna, ilyen hajpakolás, úgyhogy hát ezzel nem jártam sikerrel. Egyébként ezt nem is nagyon szoktam látni, még a Rossmannban se. Én ezt rendeltem, már nem is tudom honnan, többször is. Úgyhogy majd legközelebb majd figyelemmel kísérem, hogy esetleg majd, ha Rossmannba megyek, de az se lesz most. Úgyhogy most ezt egy kicsit hanyagolnom kell, ezt a hajpakolást. Egyébként nem szoktam én ezt sűrűn, de egyébként tényleg utána annyira gyönyörűen, látványosan fényes és élénk színe van. Úgyhogy sajnálom, hogy ezt most nem kaptam, hát most ez van. Kész. Se nem vagyok szőke, se nem vagyok barna. Na kérem szépen, itthon vagyok, egy kicsit átvedlettem, hát adjuk meg a módját ugye 2023 utolsó haul videójának, és mindig szoktam mondani, hogy nem nagyon szeretem a szájfényeket, de meg kell mondjam, hogy ez az Essence Shine, nem tudom micsoda, mert már lekopott, tehát ez azért egy nagyon-nagyon szép szájfény, és igazából így most a videó kedvéért fölrakom. Az utcára azért nem raknám már föl, mert hozzáér a sál, ugye most már kapásból megettem a hajamat, de ez egy nagyon-nagyon szép szájfény, és nagyon is ajánlom a figyelmetekbe, aki szereti, különben ennek a 103-as Pretty in Pink, úgyhogy én egy Pretty in Pink vagyok most, szó szerint, és van egy kis ilyen csípős hatása, tudjátok, ami így megbusztolja a szátokat. Úgyhogy ez csak egy ilyen kis kitérő, mert itt van már mellettem minden, amit vásároltam. Ugye azt már a kocsiban elmondtam, hogy sajnos nem sikerült vennem ebből a Tresemmé színező hajbalzsamból hajpakolás. Hát tulajdonképpen egy ilyen color mask. De nagyon-nagyon jó, és tényleg gyönyörűen megszínezi a hajat, nagyon szép fényt ad neki. De hát ezt most sajnos nem sikerült beszereznem, de ami késik, nem múlik. Ugye a számlát azt már az előbb láthattátok. Gyorsan még mutatom, hogy tehát ez kevésbé érdekes dolog, de én szeretem ezt a Sanft and Sicher 8 toalett papír, 8 WC papír, és azt hiszem, hogy ez így három rétegű. Ez egy ilyen DM saját márkás, és én úgy tudom, hogy ez egy ilyen újrahasznosított, nem tudom, szóval ilyen öko akármi, és én ezt már nagyon sokszor vettem, és igazából meg vagyok vele elégedve, úgyhogy szerintem ez sok szót nem érdemel már. Az ára is teljesen rendben van. Ezt most így arrébb dobom, hogy az előbb már fölvettem nektek a számlát. És hát akkor csapjunk is bele. Tulajdonképpen én ezt most úgy, ahogy ami a kezembe akad, én ezt úgy fogom nektek mutatni. Egyébként tényleg imádom ilyenkor a hajamat, amikor ebből a... Tehát azért örülök, hogy most felveszem ezt a videót, mert láthatjátok, hogy tényleg ez a Tresemmé színező hajbalzsam pakolás maszk, ki hívja, ahogy akarja, tényleg extra puhasságot is ad a hajnak, ad egy ilyen tartást, egyáltalán nem volt becsavarva, nem lett beszárítva, és ilyen szép az esése, és hát nem beszélve a fényről meg a színről.
Na hát Regina, mindig a Regina jut eszembe, a YouTube-os Regina, a Regi csatornája. Vettem két ilyen Regina papír zsebkendőt, egyébként most vettem először észre, hogy rá van írva, hogy Vera. Hát Verának is van YouTube csatornája, ugye a kávé és mi, úgyhogy elmondhatjátok, lányok, hogy papír zsebkendő van rólatok elnevezve, úgyhogy szerintem ez tök menő. Na, viccet félretéve, menjünk tovább, ilyen tisztítószerek. Először is én ezt meg kell mondjam, hogy még soha nem vettem ezt a Denkmit aloe verás mosogatót, mert én majdnem mindig a Rossmannba veszem, ugye, a narancsos Rossmann saját márkás mosogatószert, ilyen folyékonyszert, mindig azt veszem, de mivel ez most elfogy, és nem vagyok Rossmannba, és nem is megyek előrelátottan Rossmannba, ezért most megvettem, ez egy kicsit ilyen kisebb kiszerelés, ez csak egy ilyen fél literes, de mivel láttam, hogy aloe vera van benne, na most egyébként meg is fogom szagolni, én nagyon-nagyon-nagyon szeretem minden formában. Tök finom illata van az aloe verát, úgyhogy ez most jól-jól visszacsavarjuk, nehogy itt kifolyjon az egész. Úgyhogy vettem egy ilyet, azon kívül vettem, szerintem ebből kettő van, de mindegy, hogyha időközben, bocsánat, néha egyébként még grágogni fogok, mert bár két hete volt Covidom, még mindig visszamaradt egy ilyen grágogás. Várjatok, leállítom egy pillanatra, mert tudom, hogy ebből van egy másik fajta. Na, meg is találtam. Szóval vettem először is, én szeretem nagyon ezeket a WC-be lógatható ilyen tisztító dolgokat, úgyhogy vettem egy ilyen rózsa illatút. Nálam egyébként elég sokáig elég. Tehát, hogy ugye ez ilyen folyamatában szokott így elolvadni, a végén már csak ilyen egy korong van. Nyilván, ahogy a súvunk éri, a víz sugár, amilyen erősséggel, ami kevesebb erősséggel éri a korongokat, az nyilván kevésbé olvad, de elég sokáig elég szokott lenni, úgyhogy ezt vettem, és ez szokásosat. Én ezt mindig veszem, most is van. Meg kell mondjam, gyerekek, egy ilyen lóg az egyik oldalon, és kettő lóg a másik oldalon, és közben még fertőtlenítek is. Szóval tudom, hogy lehet, hogy ez már kicsit túl van lihegve, De én erre nagyon-nagyon háklis vagyok, ugye nálunk cicák is vannak, szóval azoknak is a végterméke belekerül a WC-be, tehát én nekem nagyon fontos, hogy a WC az ne legyen ilyen dzsuvás, úgyhogy vettem ezeket, és ez mindig is van itthon. Következő, a kukazsák. Szerintem ezt is már mondtam, hogy nagyon szeretem a rosszmanos, illetve a főleg a DMS kukazsákot. És most megint megvettem a szokásos 120 literes fekete kukazsákot, 10 darab, és én nekem ez nagyon-nagyon-nagyon jó, mert nem szakad el, ezt is már valamikor mondtam, hogy nem bírom elviselni, hogy kiveszem a kukából a szatyrot, és akkor alul meg már ott minden folyik, meg kiszakadsz vala. Szerintem az valami borzasztó. Akkor, mivel most tényleg egy kicsit így rekettes is vagyok, még mindig, és kell így krákogni, most vettem egy ilyen eukaliptuszos és mentolos, szintén DMS cukorkát, úgyhogy mindjárt be is fogok majd venni a videó után egyet, mert ez nagyon jó. Amúgy utálom az összes mentolos és egyéb eukaliptuszos cukrokat, sose veszek, csak is akkor, amikor valami bajom van, és akkor az nagyon-nagyon sokat segít. Akkor mit vettem még? Először is vettem, most szedek egyébként kétfajta multivitamint, és egyébként ezek nagyon jók, de kifejezetten akartam most egy ilyen magnézium fortét, ez 100 darab, és ugye fáradtság, izomműködés, idegrendszer, tehát most úgy érzem, hogy én nekem erre szükségem van, úgyhogy egyszerűen most, én most vettem egy ilyen magnézium bombát, úgyhogy ezt is be fogom mindjárt venni. Fogynak a mentőautó. Fogynak a Dove dezodorjaim, ugye valamikor, hát én is tudom, pár héttel ezelőtt volt egy jó nagy akció a Notino-nál, és én akkor vagy 5 dezodort vettem, tehát 700 forint volt egy darab,
Na most abból már csak talán kettő, van egyet használok, meg egy pót. Úgyhogy most vettem egy ilyen duópakot. Erre is szükségem van, ugye semmi más nem használok, és tudom, hogy szoktatok így ajánlgatni, hogy ezt próbáljam ki, azt próbáljam ki, képzétek el, én már nagyon-nagyon sok izzadásgátlót kipróbáltam, olyat is, ami honajstift, meg dezodor formájában, meg pumpás, semmi más nem vált be nekem, csak is kizárólag a Dove Original dezodor. Akkor menjünk át most hajszekció. Szintén nagyon sok hajsampont próbáltam, nagyon sok hajsampon jó is volt, és újra és újra visszatérek erre a nekem a leges-leges legjobb hajsamponomra. Tulajdonképpen, ha én csinálnék most ilyen 2023 best ilyen beauty termékeket, mert ugye én csináltam már egy smink cuccokat, amikkel én ugye sminkeltem is, tehát én már azt a videót már kiraktam, de én igazából nem szeretnék külön csinálni ilyen 2023 kedvenc beauty termékeket, ami nem smink, mert szerintem akkor az a videó egy órás lenne, és én ezt meg nem szeretném. De most itt mondom el, hogy ezt kiérdemelni, az biztos, hogy a legjobb hajápolási, legjobb sampon kategóriát ebben az évben, mert most már többet szeretérek vissza erre a hajsamponra, ami nem más, mint a Q10-es Sauma hajsampon, és nekem ez a legjobb. Mondom, sok mindent próbáltam, de igazából nekem ez vált be a legjobban, és én ezt nagyon is nagyon ajánlom nektek. Hát ugye már mondtam a videó elején, hogy sajnos nem volt az a hajápoló cucc, ez a színező krém. Viszont megvettem most újra, tehát most megint visszább megyek e felé, az ilyen mély vörös felé, és megvettem újra az 592-es Szajosz ammóniamentes hajfestéket, mert az utóbbi pár alkalommal ilyen burgundis vöröset használtam, meg nem ezt az árnyalatot, de most ezt vásároltam meg, kettőt is vettem, és egyébként ez nagyon hasonlít a mostani hajszínemhez. Mondom, ebben már benne van ez a Tresemmé Color Mask, de ez tudja, ugyanezt a szint ezt tudja hozni, de ezzel együtt én tuti, hogy meg fogom majd venni azt a cuccot is. Akkor vettem, most külön a Ferire térek ki, mert most valahogy így évvége fele elfogyott az a rengeteg tusfürdő, amit így egész évben folyamatosan vettem, és az utóbbi ilyen haul videóknál nem is mutattam nagyon ilyen tusfürdőket, mert nem vásároltam, ugyanis volt. De hát most konstatáltam, tegnap dobtam ki az elfogytak szatyorba az elhasznált férfi tusfürdőjét, és hogy nincs már itthon férfi tusfürdő, úgyhogy egy ilyen uniszexet raktam most ki, egy ilyen Balea aloe verás, ilyen szenzitívet, de hát ez nem kifejezetten ugye férfi tusfürdő, úgyhogy most kapott tőlem egy 3-1-ben ilyen fűszeres és friss illatú, tehát ez külön ezt írja, hogy vörcig és frissen duft. Igazából egy ilyen, tehát ez egy ilyen limitált dolog. Most ezt kíváncsi, hogy milyen illata van. Nagyon finom illata van. Nem tudom, miért mondja, hogy fűszeres, mert ez különösen ezt a fűszereset nem érzem, viszont ezt az igazi, finom, kellemes férfi illatot, úgyhogy ezt vásároltam. Vettem neki egy másik baleát is, ez 4-1-ben, most képzeljétek el, hogy a 4, azt tudjátok, hogy mi, na mindegy, szóval ugye körpergezik, tár és duft. Tehát most kírja a negyediknek az illatot, szerintem ez tök megtévesztő, mert azt gondol az ember, hogy valami extra, nem tudom milyen hatása is van, ugye, mert hogy test, arc és haj, és akkor külön írja az illatot, hát ez, na nem tudom, hogy miért, de Golden Intense. Na most kíváncsi vagyok, hogy ennek milyen illata van, mert egyébként nagyon pasis, meg nagyon jól néz ki a csomagolás. Hát ez jóval erősebb. Tehát ez konkrétan, most már majdnem megfulladtam. Tehát ez háromszor olyan erős illat, mint az előző. Hát ez sokkal jobb, őszintén megmondom. Viszont ez egy nagyon erős illat. Hát a fiúk járnak ugye a szaunában minden pénteken, ez az ő programjuk. Majd lehet, hogy megmondom, hogy akkor ezt tegye be a szaunás táskájába a Feri, mert hát lehet, hogy ezt itthon annyira nem bírnám elviselni. És jó, hogy én vettem,
De borzasztó erős illata van, nagyon-nagyon erős. Egyébként amúgy nem rossz, csak hirtelen nagyon erős volt az előzőhöz képest. És még kapott egyébként egy ilyen Cuba La Rive Cabana, és ezt én már egyszer vettem egy ilyen férfi dezodort. És ezt tudom, hogy nagyon jó, imádom ezt az ilyen púderes férfi illatot. Ez isteni finom illat, és nagyon hasonló a kedvenc parfüméhez, ami pedig az Antonio Banderas parfüm, a fekete, és majdnem ugyanilyen illata van, úgyhogy ez egy kis alternatíva lehet, aki szeret a Banderas illatokat, mert ez a La Rive dezodor nagyon-nagyon hasonló, tehát ilyen púderes, nagyon kellemes illat. Vettem zapkásákat, csak megnézem, hogy megy közben a videóm megy. Vettem most zapkásákat, mert most mondom, el fogok kezdeni egy ilyen diétásabb étrendet. Bár pont Almapapi mondta ma nekem, hogy milyen csinos vagyok, meg megmaradt a karcsúságom. Figyeljetek, ezzel együtt én most nagyon nem érzem magamat a topon, őszintén megmondom. Úgyhogy szerintem van még egy zapkása, azt keresem. Persze, hogy nem találom meg. Na mindegy, hogyha majd még így időközben szembe jön. Nagyon-nagyon szeretem ezeket a zapkásákat, úgyhogy rizskása, almás, fahéjas, ebből kettőt is vettem, meg egy málnásat, és szerintem van egy negyedik, de azt majd meglátjuk. Én ezt reggelire szoktam, és nagyon-nagyon szeretem. Na most itt van két ajándék. Ezt külön fogom, nem is kettő, hanem három, igen. Na, az van, hogy én most jövő héten fogok találkozni egy volt kolléganőmmel, akivel nagyon-nagyon régóta nem találkoztam, a Zeneakadémián voltunk kolléganő, ő volt a tanulmányi osztály vezető ügyintézője, aztán én is elkerültem onnan, ő is elkerült más intézménybe, és tartjuk a kapcsolatot, nagyon szeretem, és tegnap realizálódott, hogy mi megbeszéltük, hogy jövő héten találkozunk, és ezt valahogy, őszintén megmondom, valahogy ez így kiment a fejemből, és rám írt, hogy akkor áll-e még ez a találkozó, és mondtam, hogy persze, és akkor esetleg, hogy úristen, én nem készültem neki valahogy, nem tudom, hogy ez hogy ment ki a fejemből, tehát ugye nyilván neki is jön a Jézuska, nem csak azoknak, akiknek szántam, mert őnek is abszolút jön a Jézuska, ugyanis például ő nagyon nagy mértékben hozzásegített ahhoz, hogy a pályázatom kész legyen, amit ugye én megnyertem, ezt a pedagógiai tehetséggondozó pályázatot, és ő egy picit belesegített a végén, mert volt egy pont, amit mindig visszatobott a rendszer, és egyszer nem jöttem rá, tehát természetesen az ő ügyintézős, könyvelő agya abszolút átlátta, hogy mi a hiba, úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok neki. Úgyhogy én készültem neki is, először is vettem neki egy ilyen szettet, és ez egy nagyon-nagyon finom illat, tehát a BU illatok nagyon finomak, egy tusfürdő és egy dezodor, tehát ő kap tőlem egy ilyen szettet egyszer. Nem tudom kibontani, és nem is akarom, le van ragasztva. Egy sima dezodor spray, viszont ennek az van ideje, hogy aroma shower gel, tehát egy ilyen nagyon finom illat lehet ez szerintem, és mivel ilyen rózsaszín és rózsákat is látok rajta, szerintem ez egy ilyen virágillat. Ezt kapja, de itt még nincs vége, mert én készülök neki még egy kis parfümmel is, és ezt viszont ott megszagoltam, mert a tesztet kifújtam ide a készülőmre, és még mindig érzem egy Flower Eau de Toilette, Classic Collection Eau de Toilette. Na most ez nagyon-nagyon hajaz, hogyha ismeritek esetleg, mert én régen elég sokszor, ezt a régen úgy értem, hogy egy ilyen 20 évvel ezelőtt használtam a Kenzo Flower illatot, és ez lehet, hogy egy picit egy ilyen utánzata. Minden esetre egy nagyon finom és egy nagyon kellemes púderes illat, úgyhogy ezt fogja még tőlem kapni, úgyhogy én szerintem nagyon, nagyon gáláns vagyok, és nagyon-nagyon tényleg szépeket fog tőlem kapni, úgyhogy ezt majd berakom egy ilyen szép papírszatyorba, és holnap jön az én egyik legkedvesebb növendékem, Eszti,
most itt van Németországból, neki természetesen már készültem, de én a szüleinek is készültem, ugyanis először minden koncertemen ott vannak. Tényleg ezt itt is támogatják, hogy ő nálam egyetlen tanulhat. Nagyon-nagyon kedves emberek, méhészetük van, és egész évben el vagyok látva mézzel. Tehát én biztos voltam benne, hogy karácsonykor szeretnék nekik is plusz még valami kis ajándékot, és már van tea, meg mindenféle berakva, de úgy gondoltam, hogy én még egy ilyet az anyukájának külön veszek, mert én ezt így megláttam, és tudjátok, ez az igazi néve a klasszikus krém, ez a kézkrém, illetve egy tusfürdő, úgyhogy ezt még Esztike anyukájának fogom odaadni, úgyhogy most ha befejeztem a videót, akkor kicsit át kell koordinálnom ezeket a szatyrokat, mert mondjuk ugye még ott vannak, meg ugye az újat is kell csinálnom az Andikának, úgyhogy ezt kapja még Eszti anyukája, tehát ez nem magunknak vettem. Akkor itt még van egy olyan folyékony szappan, gyerekek, amit én még nem láttam, és szerintem ez valami újdonság, ugyanis ez kókusz és őszi barack krém, szappan, folyékony szappan utántöltő, és hát én most ezt is meg fogom szagolni, de ezt mondtam nektek már, hú de jó, na most a kókuszból semmit nem érzek, viszont olyan erős őszi barack illata van, úgyhogy ha azért veszitek le a polcról, mert arra számítotok, hogy ez kókuszos, akkor el kell keserítsenek titeket, hogy ez full őszi barac. Viszont nagyon jól csavarjátok vissza, hogy nehogy kifolyjon, mert ez hajlamos arra, hogy ez így kifolyik. Úgyhogy ezt most jól visszacsavartam. Na, hát akkor mi van még itt? Hát egy csomó fátyol maszk egyébként. Igen, itt van a negyedik zapkása, ami nem más, mint egy vegán rizskása. Tehát nem zapkás, mindig zapkását mondom, mert ezek rizskásák. És ez egy ilyen étcsokoládés és málnás verzió. Úgyhogy ezeket én imádom. Vettem egy szérumot, mert ez viszont elfogyott, és már elég régóta nem használok niacidamint. Mindig azt mondtam, hogy egy niacidamidot, de nem, niacidamint. És ez egy 10% niacidamin tartalmú hidratáló Revox szérum, úgyhogy ez nagyon jó. Én nekem ez már elég régóta benn van a kis repertoáromban, a rutinomban, és most egy pár hete elfogyott, és nem vettem újra, úgyhogy hát most újra vettem. Még a Feri mennyi mindent kap? Hát ezt is ő kapja, egy 48 órás Rexona stiftet. Úgyhogy figyeljetek, azért szava nem lehet, még nem is tudja egyébként, mert én csak ezeket így dobálom be a szatyorba, aztán utólag szoktam megmutatni, hogy mit kap. Úgyhogy ez még ilyen utókarácsonynak is megfelel. Vettem szokásos nózi, ez nekem nagyon-nagyon kell. Most megint, figyeljetek, tegnap előtt megint úgy ki volt száradva az orrom, és persze kapartam, és megint úgy vérzett, hogy most nagyon nehezen állt el, úgyhogy most egy kicsit megijedtem, hogy most megint elindul ez az orrvérzés, a végén meg majd az lesz, hogy ki kell égetni. Úgyhogy nagyon-nagyon félek, nem akarom azt, hogy végén menjünk az ügyeletre. Na mindegy, most kelem ezzel az ichtiolos krémmel, hát remélem megint be fog gyógyulni. Na hát a végére hagytam, gyerekek, hát mit hagytam a végére? Hát ez tényleg brutál mennyiség, de megint csak azt kell mondjam, hogy megint nem mindegyik az enyém, mert ebből lesz majd megint ilyen ajándék is, így berakva a ilyen tasakba. Hát figyeljetek, ez rengeteg. Én tudom, hogy rengeteg, ne is szóljatok semmit. Először is én imádom. Kicsit rendszerezem, fátyolmaszkokról van szó. Rendszerezem őket, mert vannak ugye a baleások, vannak korai márka, és van talán ilyen Garnier. Na, hát az a lényeg, hogy most tényleg rengeteget vettem. Hú, igen, ez most nagyon-nagyon sok. Hát mivel kezdjem? Jó, mutatom, akkor, jó, de mondom, ne akadjatok ki, és most én ezt hosszú távra vettem, és most én ebből még ajándékot is fogok adni, úgyhogy ez nem mindegyik az enyém.
de azért nyilván 90%-ban az enyém, szóval nem akarom szépíteni, ez mind balea maszk, jó? Tehát vannak itt ilyen aqua, ugye hialuron, és ilyen algán kivonatok, akkor ugye retinolos, az ultraszenzitívből, a retinolosból elég sokat vettem, vagy 4 vagy 5 darabot, az aquatouchból, ugye, ami ez az ilyen nedvességvisszapotló, és ilyen hialuronos, meg mindenféle algánok, ugye abból vettem azt hiszem 3-at, vagy 4-et, és akkor vettem, ilyet még nem vettem, AHA és BHA, ilyen gyümölcskivonatok, egy természetes ragyogás, tehát fokozza a ragyogás, és ez mit is jelent, várjatok, ennek most utána kell gondolnom. Tehát, hogy igen, tehát egy ilyen nagyon-nagyon szép természetes bőrképet adó, ez nem jutott eszembe ez a szó hirtelen, de ahogy kinyomtam a természetesen a felvételgombot, egyből beugrott, tehát 2 ilyet vettem, és az utolsó is egy retinolos. Úgyhogy ha jól számolom, 12 darab balea, ebből egyébként fog kapni még ezt is, mert mondom, át fogom egy kicsit rakni így a szatyrokat, mert holnap is mondom, még egy ilyen utókarácsonyozás lesz nálam. És akkor itt van az Itzkintől, ez egy korai márka, és nagyon-nagyon szeretem, ebből vettem 2 darab ilyen C-vitaminos maszkot. A Garnier maszkok egyébként nekem eléggé bejöttek a múltkor, úgyhogy attól is vettem egy C-vitaminost, és vettem egy ilyen szuperhidratáló, illetve hialuronos, és sakura, hát nem tudom ez a sakura mit csinál, de ilyen extra fényességet és ragyogást fokozó, tehát ezt nyújtja ez a fátyolmaszk, a másik ugye a C-vitaminos, a Garniertől, és akkor vettem, szintén az Itzkintől, mondom, koreai márka, egy hialuronos maszkot, szerintem egyébként ezt fogja kapni, az ezt külön fogom rakni, fog kapni ilyen aqua touch-t is, és fog kapni egy ultraszenzitívet. Tehát ezt külön rakom neki. Mert ezeket ő fogja kapni holnap, külrakom. És itt van egy ilyen répa kivonatos, ez egy ilyen kifejezetten tisztító pakolás, tehát ez a fátyolmaszk, úgyhogy ez az utolsó. Hát igen, ez nagyon-nagyon sok, és egyébként most egy picit elfogyott egyébként a szatyor. Ez egy picit most húzosabb is volt, mert ugye láttatok, hogy 37 ezer forintot fizettem, de hát azért ebben most van elég sok ajándék is, tehát nyilván azért ezek mind ilyen extrák, ezek a dobozok. Nem szoktam venni ennyi fátyolmaszkot se, most a hajápolási, meg a férfi dolgok is elég sok volt, tehát ennyi. És ugye nem hangsúlyozom eléggé, hogy ez a temérdek mennyiség egy évvel, másfél évvel ezelőtt, lehet, hogy egy ilyen 25 ezerben megállt volna, hát most egy több mint 10-zel több. Zárójelbe zárva, pontot tettem a mondat végére, és ennyi volt ez a haul videó. 2023-as év utolsó DM haul videója, lehet, hogy jobb is, hogy DM-be voltam, mert azt vettem észre, hogy magasan ezt szeretitek a legjobban, tehát a DM videókat. Én akartam menni Müllerbe is, de ezt én eltolom januárra, majd onnan is nyilván lesz egy videó, és hát most így lezárandó a videó végén ki fogok venni egy ilyen kis cukorkát, és el fogom szopogatni, úgyis eléggé megint krákogok, úgyhogy itt a mese vége. Ja, igen, kaptam egy ilyen kommentet is, hogy hát csak hogy tudom-e, hogy nem gyerekeknek szól ez a videó, mert hogy ugye a ZsebTV-nek a vége szignájával, Moka Mikinek a leköszönésével nagyon sokszor befejezem a videókat, hogy véget ért a Moka, már a záró Ildikó Beauty munkatára,
De ha tetszett, nem sokára visszavárhatsz. Jóska Sára Tercsi Fercsi Kata Kráros valahány év a naptárban. Eljövök hát hozzátok, viszont látásra Ildikó Beauty követők. Ez egy kis irónia, ez egy kis ilyen vicc. Elég sok növendékem is nézi a videókat, úgyhogy ilyen alapon igenis gyerekek is nézik. Ennyi. Én ilyen vagyok, egy örök gyerek, és szerintem ebben semmi rossz nincs, hogy ebben köszönök le. Minden esetre ölellek titeket, köszönöm az eddigi figyelmet, és még lesz ebben az évben egy utolsó videó, mert tervezem az elfogytak szatyrot, ugyanis ezt minden évben elmondom, hogy én szemetet nem vagyok hajlandó átvinni a következő évre, úgyhogy azt is a napokba föl fogom venni, még 31-ig, és a 2024-es év első videója az egy nyereményjáték lesz. Nagyon várom, nagyon izgatott vagyok, és nagyon remélem, hogy fog nektek tetszeni, és elég sokan lesztek, akik szeretnétek játszani majd ezért a nyereményért. Sziasztok, vigyázzatok magatokra! De és most beveszem a cukrot!